Ahogy a gépjárműveket, úgy az ilyen motoros permetezőgépeket is vizsgáztatni kell, ha azok idősebbek 2 évnél. A helyi jegyzőnél pedig előre be kell jelenteni a permetezést. Ezek a legfontosabb növényvédelmet érintő változások az idei évtől. Ezeknél a mezőgazdasági eszközöknél azért is fontos a megfelelő műszaki felkészítés, mert gyakran az emberi szervezetre veszélyes mérgeket szórnak. A vizsgálat a környezeti terhelés csökkentése mellett a növényvédelmi költségeket is mérsékli. Mindenkinek be kell jelentkezni egy bizonyos felületre, ahol jogos előjegyzésbe veszik, és akkor, amikor majd rákerül a sor, akkor kijönnének megvizsgálni. De ez olyan költsége járna, hogy ez a 35 és 65 ezer forint között van a kategória függvényében szórófejek, és olyan vizsgálatokat végeznek el a permetezőgépen, amit én szerintem csak azoknak kellene elvégeztetni, akik Magyarországba üzembe szeretnének helyezni egy növényvédő gépet, és ahhoz a műszaki tanúsítványt kívánnak kérni. A műszaki vizsga 3 évig lesz érvényes. Aki nem tesz eleget a kötelezettségnek, növényvédelmi bírságot kaphat, és eltilthatják a permetezőgép használatától. Nem sikerült megegyezni a növényorvosi kamarával, körülbelül 4 alkalommal ültünk össze, ahol egy gazdabarát megoldást szerettünk volna javasolni, amit ők nem tudtak elfogadni. Így az országos elnökség egy olyan döntést hozott, hogy Fazekas Sándor miniszter úrhoz fordulunk, hogy vonja vissza azt a rendeletet, és egy újról a gazdálkodók bevonásával tegyünk egy olyan javaslatot, ami egy a lengyelekéhez hasonló kategóriájú ilyen pénzösszegben meghatározott, és talán a gazdálkodókat anyagilag nem sújtó megoldást tegyünk le az asztalra. A jelenlegi előírások szerint a gazdáknak november végéig van idejük arra, hogy bejelentsék a Növényorvosi Kamara megyei területi szervezeténél a permetezőgépeiket. Ha ez a bejelentés megtörtént, előbb-utóbb sorra kerülnek a műszaki vizsgán, és a NÉBIK ezt a vizsgára jelentkezést már elfogadja egy esetleges ellenőrzés alkalmával.